Nagy szeretettel köszöntök minden kedves testvérünket, minden barátunkat, ismerősünket, aki szívesen tölti a ma estét Isten igéje mellett. Én nagyon szeretem Isten igéjét olvasni, tanulmányozni, nagyon sok üzenetet kaptam belőle az életem folyamán, és sok vigasztalást és sok boldogságot jelentett Isten igéje. Ez alkalommal a Zsoltárok könyvéből hoztunk egy igét, a 119. Zsoltárból az első és következő verszakokat olvasom fel. Tehát, ha kéznél van a Biblia, és valaki velünk együtt szeretne az igén elmélkedni, akkor a 119. Zsoltárból az első verstől olvassuk. Boldogok, akiknek útjuk fedhetetlen, akik az Úr törvényében járnak. Boldogok, akik megőrzik az ő bizonságait, és teljes szívből keresik őt, és nem cselekszenek hamisságot, az ő útaiban járnak. Te parancsoltad, Uram, hogy határozataidat jól megőrizzük. Vajha igazgattatnának az én útaim a te rendeléseid megőrzésére. Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra. Hálát adok neked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a te igazságod ítéleteire. A te rendeléseidet megőrzöm, soha ne hagyj el engem. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, hanem a te beszédednek megtartása által? Teljes szívből kerestelek téged, ne engedj eltévedeznem a te parancsolataitól. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg engem a te rendeléseidre. Ezeket olvastam most fel, és azokat a mondatokat, amelyekben találtunk üzenetet, megosztjuk veletek. Tehát így kezdődik ez a 119. Zsoltár, hogy boldogok, akiknek útjuk fedhetetlen. Tehát fölteszem a kérdést, hogy ki a boldog? Itt ebben a mondatban így határozza meg a zsoltárírő, hogy a fedhetetlen. És mit jelent az, hogy fedhetetlen? Ez a fedhetetlenség az Úr akaratához való viszonyulásunkat fejezi ki. Tehát, ha mi az Úr akaratát keressük, és elfogadjuk, és pedig hálaadással fogadjuk el az Úr akaratát, akkor, és meg is cselekesszük, nyilván, mint ahogy Jézus is megtette mindig a mennyei Atya akaratát, és semmiben nem fogott addig, amíg nem tisztázódott benne, hogy mi az Atya akarata. És ő így munkálkodott együtt az Atyával, tehát mi ránk vonatkoztatva, mi akkor vagyunk fedhetetlenek, hogyha az Úr akarata szerint járunk el, és tesszük a dolgainkat. Igen, nagyon sok üzenet van a 119. Zsoltárban, és
ennek a zsoltárnak a témája Isten törvényének a dicsérete. Az írott igét és a törvénynek a megjelölésére 8 kifejezést használ itt a zsoltár író. Ezeket mindnyájan ismerjük, de talán föl is idézhetjük. Az egyik a Tóra, ugye a törvény. A másik utasítások. Ez nem emberi utasítás, hanem Isten igéjének az írott utasításai, Isten döntései, rendelkezései. Maga az ige, a parancsolat, a beszéd, az intelmek, és hogy ez az írott igének a kifejezése, és maga az írott ige szerez gyönyörűséget a hívő embernek. Ez az igazi boldogság, amikor az Isten igéjében van a gyönyörűségem, amikor megértem őt. Most a zsidókhoz írt levelet olvassuk a Biblia olvasó gyülekezeti kalauz szerint, és annyi sok csodálatos boldogságot jelent a számomra, hogy ahogyan Jézus Krisztust bemutatja, aki megdicsőült, aki az Atya jobbján van, és azért van az Atya jobbján, hogy miértünk esedezzen, aki bement nem a kézzel csinált templomba, hanem az örökkévaló templomba, a mennybe, és ott van, és az Atyával egy. Hát nagyon-nagyon sok gyönyörösséget jelent. Testvérem, megkérdezhetem, hogy Isten igéje a számodra jelente örömet, gyönyörűséget, felszabadít-e, hálára köteleze. És itt az első versben valóban a boldog mondások jutnak az embernek az eszébe. Ugye ez a stílus, amiben itt az első mondatok vannak, ez a bölcsesség irodalomban alkalmazott mondás, az első zsoltárban is olvassuk, hogy boldog ember az, aki, a 32. zsoltárban is. De itt, ha az első 6 verset figyelembe vesszük, akkor láthatjuk, hogy boldog az, aki fedhetetlen útú. Mihez képest fedhetetlen? Hát az Isten igéje szerint jár. Vajon milyenek a mi útaink? Milyen volt a mai útunk Isten igéje szerinti? Vagy a saját fejünk szerint jártunk, vagy mások elvárása szerint? Ha az ige szerint, akkor betölt Isten öröme. Aki az Úr törvényébe jár, ez a második, ami ugye nagyon fontos itt ezekben az első versekben, hogy örömet jelent, ha az Úr előtt kedves úton járunk, ha az ő törvényeit megtartjuk. És van itt egy kifejezés, ami nagyon sokat jelentett a számomra, akik őrzik bizonyságait. Van-e élő bizonyságtételem? Megőrzöm-e azokat a szívembe, amiket az Úr velem cselekedett, amit személyesen értem tett, és hogy ezt a bizonyságot őrzöm-e? Örömet jelente az ő bizonysága? Átadom-e másoknak? És a negyedik dolog, hogy keresik őt teljes szívükből. Boldog ember az, aki az Urat keresi, mert a szíve viszi rá, hogy keresse teljes szívéből, aki az ő útaiba jár, és a határozatait jól megőrzi. Nagyon sokszor esti imádságom előtt fölteszem magamnak a kérdést, ma az Úr útaiba jártam. Vajon az ő határozatait jól megőriztem, szívembe forgattam az ő beszédét, vagy nem. Itt meghatározza maga az ige azt, hogy boldogok, akik mindezekben járnak. A törvényben, a fedhetetlen igaz úton, a törvény útján, akik őrzik az Úr bizonyságtételeit, akik keresik őt teljes szívből, akik nem cselekszenek hamisságot. Örömmel olvastam ezt a mondatot, és szeretnék ehhez hozzászólni, illetve egy pár
gondolatot elmondani, hogy az Úr itt az ifjúsághoz is fordul, a hívő szülőknek abban a korban is nagy kérdése volt az, hogy mi lesz az ő gyerekeikkel, hogy alakul a gyerekeiknek a sorsa, hogy hitre tudnak-e jutni, hogy az ő életük eléggé példa volt-e arra, hogy higgyenek Istenben, és hogy ez egy nagyon fontos kérdés, azt hiszem napjainkban is, hogy a hívő családokban, hogy hogyan fog alakulni a gyermekeik élete és jövője. Nem könnyű azoknak a szülőknek a dolga, akiknek 10 éves gyerekeik vannak, mert a gyerekekben ekkor egy nagy robbanás történik, és elszakadnak a gyermekkortól, hogy ők most már nem gyerekek, vegye tudomásul mindenki, de még nem jutottak el arra a szintre, hogy ők a felnőttekhez tartoznának, még nem olyan érettek, nem tudnak annyit, és így hát a tinédzserek ebben a nehéz korszakokban úgy érzik, hogy a senki földjén barangolnak, és hogy hát nem is tudják, hogy hogyan fog alakulni az életük. Sokat foglalkoznak a tinédzserek önmagukkal, nem is annyira az igével, hanem önmagukkal, hogy ki vagyok én, és hogy fog alakulni az életem, hogy egyáltalán értékes-e az életem, és gondolkodik a saját viselkedésén, bár a szülő úgy látja, hogy egyáltalán nem törődik, megváltozott a gyerekének a viselkedése, de sokat gondolkodik a tinédzser a viselkedése alapján, hogy mik az ő személyes tulajdonságai, például, hogy vannak-e ő benne jó tulajdonságok, ilyen, hogy aktív, hogy alapos, hogy szerény, hogy alázatos, hogy áldozatkész. Aztán sokféle jó tulajdonságot keres önmagában, hogy ez megvan-e, és szembesül, ahogy a viselkedését elemzi, a rossz tulajdonságokkal, hogy alattomos, hogy becsmérlő, hogy irigy, hogy kiállhatatlanul tud viselkedni, és én nagyon sok tinédzserrel beszélgettem, és fájlalják, szégyelik, ahogy a szüleikkel is bánnak, meg viselkednek, meg a nagyszülőkkel. És a tinédzserek komolyan figyelik a mások reakcióját, hogy mások hogy reagálnak arra, amit ők mondanak, ahogy ők viselkednek, ez meghatározó számukra, hogy igazodjanak az emberekhez. És gyakran összehasonlítják magukat, néha sztárokhoz hasonlítják, belenéznek a tükörbe, nézik az izmaikat, hogy ők mire képesek, és a valóságban pedig rájönnek arra, hogy nem tartanak még ott. És állandóan küszködnek önmagukkal, szeretnének megszabadulni önmaguktól, melyhez különböző eszközöket találnak, és ezek nagyon romboló eszközök tudnak lenni, hogy szeretne megszabadulni önmagától, például alkoholhoz folyamodik. Nagyon sokszor
alkoholt fogyaszt nagy mennyiségben, aztán függővé lesz. Sok tinédzser a droghoz folyamodik, és hogy megpróbálja felkelteni magára a figyelmet, a nagy evésbe folyamodik, nem akar felelni a tévé elől, a számítógép elől, az internethez is oda kötődik, és hogy keresi önmagát, és hogy ez a legkülönösebb, hogy Isten nem keresi, és hogy a szülőknek ők kétségbe vannak esve, hogy mi lesz az én gyerekemből, hogy jön haza, milyen rondán beszél ez a kedves gyerek, aki olyan alázatosan jött velem a templomba, most nem akar jönni velem. És furcsa, hogy öntelté, agresszívá, arrogánssá válik, fontoskodó, és lebecsüli mások véleményét sokszor, mert hát a saját véleményét többre tartja. És hogy hogyan őrizheti meg az ifjú, olvasom, idézem, mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az útát, ha nem a te beszéded megtartása által, de hogy kerül kapcsolatba egy tinédzser az igével? Hogy kerül kapcsolatba a mai ifjúság az igével, Isten igéjével? Mert ha ez egy megtartó erőt jelent, akkor ez csak akkor megtartó erő, hogyha a kapcsolatba kerül vele, hogyha valami módon megismeri Isten igéjét. És hát a Bibliában erre egy választ is kapunk. Teljes szívből kerestelek téged. Amikor eljött egy fiatal arra, hogy teljes szívvel keresi az Urat, és azt mondja, hogy elég, nem akarok tovább így élni. Ez ekkor jön el a változás és a fordulat. Nagy öröm volt sokszor tinédzserekkel együtt imádkozni, mert tudjátok, hogy a tinédzser korba képes a gyerek elfogadni, vagyis megérteni azt, hogy ő bűnös, hogy ő neki megváltásra van szüksége. A 10 éves gyerek még azon a szinten van, hogy szabad, nem szabad, valami rosszat tettem, de hogy igazán bűnös vagyok, a tinédzser korba kezdik a fiatalok megérteni, és ekkor különös módon meg lehet őket szólítani Isten kegyelmének az üzenetével, és akkor akinek nyitva van a szíve, oda beférkőzik Isten igéje. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, hanem a te beszédeidnek megtartása által? Én úgy gondolom, hogy az ifjú az ő útát az Úrban úgy őrizheti meg, ahogy itt az ige mondja, ha vállalja a megváltó Jézus Krisztust, ha vállalja az élő hit útját, és ebben útmutató jelzőtábla az út Isten igéje. Ha az Isten igéjét megtartja az ifjú, megismeri, és ha megvan a vágy, hogy naponta olvassam Isten igéjét, egy fiatalnak szüksége van erre. Én nekem egy nagyon csodálatos jelt adott az Úr, fiatalon tértem meg, még érettségi előtt 10 éves voltam én is, mélyen átéltem Jézus megváltó szeretetét, ahogy így hallottuk, hogy egy 10 éves nagyon is magában hordozza, hogy kárhozatra méltó bűnös is, hogy Jézus Krisztus az, aki megváltja a bűn és a kárhozat rabságából. És amikor
én olyan 10 éves vagy 8 éves kislány voltam, akkor kaptam egy bibliát, ez volt az első bibliám, egy nagyon kedves diakonissa testvértől, és egy nagyon szép ige volt beleírva, az Úr megőriz téged, megőriz minden gonosztól. És amikor átadtam a szívemet Jézusnak, ezt a Bibliát soha elő nem vettem, föl lett téve a könyves polcra, és amikor hazamentem, és édesanyámnak elmondtam, hogy átadtam a szívem az Úr Jézus Krisztusnak, úgy levetettem magam, ahogy egy tinédzser szokta a röka mélyére, vagy a díványra, és valószínű ettől megmozdult a könyvespolc, és leesett az ölembe ez a Biblia, amit én 10 éves koromban kaptam, ezzel az ígével, hogy az Úr megőriz téged, megőrzi a te lelkedet, megőrzi a te ki- és bemeneteledet. És én akkor az Úrtól egy nagyon komoly bíztatást kaptam, hogy az Isten igéje az, aki megtart, a te beszéded, meg az ige beszédének a megtartása által tudja tisztán megőrizni az ifjú az ő útját. Én nagyon szeretem az Isten igéjét azóta is olvasni, és ha az életemben bármi probléma, nehézség van, a kísértő be akar férkőzni, akkor mindig az Isten beszédének a megtartása, az ő igéjének a megtartó ereje az, ami választ ad, és meg is tart, és nagyon azt is megtanultam, hogy az Úr felírja az ember szívének a hústábláira az ő ígéjét, és amikor gond van, akkor egyszer csak előjön az ő ígéje, és az embert útba igazítja a vétkezőt az ige. Nem lesz bűntelenné az ifjú, nem lesz tévedhetetlenné, és a kísértő is sokszor ott jár a nyomába, de hogy az Úr igéje az, amelyik megtart. Én úgy gondolom, hogy a szülőknek is elég korán meg kell tanítani a gyermekeit, hogy szeressék Isten igéjét, hogyha 4-5 évesen, vagy még kisebb, 3 éves, vagy 2 éves gyerek, aki már beszélni tud, mellé ülünk, és este egy-egy bibliai történetet mondunk el, vagy olvasunk fel, akkor ők megszokják, hogy jelen van az életükben Isten igéje, hogy a jó és rossz között tudnak különbséget tenni, és hogy Isten igéje a Szentlélek által elvégzi a fiatalba, hogy tudja az Úr útját vállalni, és hogy vágyjon a Jézussal való úton járni, és Isten igéje után is vágyakozzon. Ehhez persze az embernek a szívét kell megüresíteni, és átadni, ahogy itt a Zsoltáros mondja, hogy teljes szívemből kereslek téged, és az ige az, aki nem enged eltévejedni. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Ha van mit a szívemből előhozni, ha nem olvasom Isten igéjét, akkor hogy írja föl az Úr a szívem hústábláira az ő igét? Izrael népének a fiataljai egész kicsi korban beszéddel együtt tanulták meg Isten igéjének az értékelését, a próféták és a törvényt, és egész pici gyerekkortól bevésődött a szívükbe, és hogy éppen ezért meg tudtak maradni az örökkévaló egyedül élő Istenben, a hitben, és jártak a törvény szerint. Minden szombaton, minden zsinagógába fölolvasták Isten igéjét Jézus eljövetele előtt is, és a gyerekek is ebben nőttek fel. Elrejteni az Úr kijelentését, megőrizni az ő bizonyságait és az ő beszédét. Ennek hatalmas megtartó ereje van. Nekem is ez a mondat
sokat mondó, szívembe rejtettem a te beszédedet, ezen gondolkodtam, miért kell elrejteni, ki elől kell elrejteni, vagy miért kell elrejteni, és az az ige jutott eszembe, hogy Jézus mondott egy példázatot a magvetéssel kapcsolatban, hogy némelyik mag az út szélére esett. És hogy a madarak jöttek azonnal, nem volt elrejtve, és prédájává lett. És hogy közeledik a gonosz én hozzám, hogy akarja kilopni az igét a szívemből, hogy megkérdezi, mint az első embert, hogy csak ugyanazt mondta az Isten. Tényleg, igaz ez? Á, te beképzeled magad, hogy ez az ige rád vonatkozik, meg hogy Isten szól, meg hogy ez ígéret, ez nem is neked szól, ez az ígéret, és hogy bele akar vinni olyan dolgokba, hogy kivonni. Mi nem engedjük kilopni az igét a szívünkből, hanem az ige áthat bennünket. A Krisztus beszéde, lakozzék ti bennetek, a Krisztus beszéde gazdagon, írja Pál apostol is, és hogy az emberekkel megosztjuk az élet beszédét, az élet kenyerét, magát Krisztust, aki meghalt a bűneinkért, de feltámadott is, él és eljön. Mi hiszünk ebben az Úrban, és a szívünkbe rejtettük el a beszédét, és hogy nem mi őrizzük az igét, hanem az ige őriz minket. Dicsőség Istennek!